Üdvözlök mindenkit, Katán Mori vagyok, ez pedig itt a Binding of Isaac Rebirth videósorozaton következő része. A mai epizódban szeretnék két a játékhoz most aztán végképp egyáltalán nem kapcsolódó dologról beszélni. Ez pedig azért van, mert most ezt tartom a két legérdekesebb témának, és ha valaki esetleg hosszabb ideig követi a sorozatot, akkor tudhatja már, hogy ez nekem egy ilyen vlog-szerűség ez a Rebirth videósorozat, mert ugye ez a játék rettentően nehéz. Ebből kifolyólag sokáig tart kijátszani, és ha sokáig tart kijátszani, akkor az sok idő, pedig sok idő, akkor az sok videó. A sok videó az nagyon-nagyon sok kommentárral jár, nagyon-nagyon sok kommentárval pedig bizony bele fog férni rengeteg, ismétlem, rengeteg olyan dolog, aminek kurvára semmit az a játékhoz. 73 ész után szerintem ezen már senkit sem meglepődött, de azért elmondtam a besatlakozóknak, hogy esetleg kevésbé tudok kedvéért. Na, az egyik lenne az, hogy hát nem mostanában, de bár, ugye ezt videót azért már később fogjátok látni, de pár napja azért van egy ilyen nagyon nagy őrület az interneten, méghozzá Doom témában. Hát azért az tudásul nagyon nagy őrület, remélem, hogy PewDiePie rá fog kapni, hogy akármi. Nagyon jó lenne, de a Doom formája is felrobbant. Ugyanis a Doomworld.com-nak a készítője, az ilyen félistene, a volt webmestere, Lingvika csinált egy modot, de nem akármilyet, Instagram modot készített Doomhoz, Insta Doom néven. Ezt nem nagyon lehet így érzékelni, amit így elmagyarázom. A Doomnak ugye vannak színpalettái, mert előre van definiálva, ugye egy elég régi játék. Előre van definiálva az, hogy hány darab szín lehet benne, és azok milyenek. Hát ez nem valami nagy, de talán majd érni fog valamit. Szóval van a Doomnak egy színpalettája. Talán több régi játéknak is van, nem tudom, a Doomnak van, az biztos. Nem lepődni nyom, hogy több régi játéknak lenne, mert a szín lehetőségek eléggé korlátozottak voltak annak idején. Na. Szóval, Doom, színpaletták. A csávó úgy csinált Instagram modot, hogy 37 darab szűrőt megcsinált Instagramhoz. Ugye ilyen szűrőn baszhatjátok át a képet, amikor Instagramra felrakjátok a barátnőtök punciát, meg azt, hogy mi zaváltatok este. Vagyis, hogy mit szaltatok, amiből, mit tettek, amiből ilyen lett a végeredmény ugye a WC-n. Na, ez szarpai lett a végén, bocs. Szóval, szűrők vannak Instagramon, ezt mindenki tudja, gondolom. És Lingvika úgy csinált Instagramon, hogy megcsinált 37 darab szűrőt, ami mindegyik ilyen különböző színányalattal, színpalettával ruházott fel a játékot. Ami egyébként alapvetően tök jó, olyan nagy különbség nincsen köztük, és már kimondottan irritáló. Ugye a népből nem lehet tűni, melyik mi az Isten csinál. Úgyhogy ez így önmagában még nem menne el, nem tenné a Instadoom modot annyira népszerűvé, hogy basznak az IGN-en írnak róla. Mert konkrétan ott írtak posztot róla. Nem, bazd meg, Lingvika képes volt csinálni egy selfie botot a játékba. Selfie botot. Konkrétan egy selfie bot rajta egy fényképezőgéppel. Doom guy selfie tud csinálni. De ott pózol a Doom pályákon, tényleg így vigyorogva, mutogatva, meg minden lófasz a Doom guy. Önarcképek, hogy a selfie-ket csinált vele. És valami fenomenális, gyerekek, komolyan mondom, annyira beteg, és mégis olyan brilliánsan működik, hogy az valami fenomenális. És nem fogjátok el, hogy mi a Doom Forum felrobbant tőle. Ugye Doomworld.com-on van valami 15-20 ezer regisztrált tag, ennek a fele, kevesebb, mint a fele aktív. Hát úgy képzeljétek el, hogy én jóta legyen 5 éve vagyok ottan, és írtam valami 2300-2500 bejegyzést összesen ez idő alatt. Gyerekek. Kaptam, na azaz, a megfelelősödő szar. Értékes lesz újra a kula. Ezt kellett volna az előző részben, hogy rohadnátok meg. Szóval. Igen, szóval 2500 posztot írtam körülbelül az 5-6 év alatt. És ezzel bekerültem a 100 legtöbbet posztoló emberbe a fórumon, 15 ezerből. Most erre mit mondjak? Tehát, hogy nem annyira aktív a fórum, de él, határozottan él és virul. És ezt egyébként Lingvika munkája is nagyon-nagyon-nagyon jól mutatja.
Ugye, mint minden normális hely, a Dungeon Fórum is átadható vendégek által, nem csak regisztráltakok által. A legtöbb eddig vala fenn volt, tavasz 2014. június végén volt valamikor, ugye ki van írva a fórumon, mert ugye Vibaletin Fórum Engine-be nyomatják, fórummotorban, és azt tulajdonképpen mondom, hogy mennyi volt a legnagyobb látogatószám vendégekkel, regisztráltakokkal együtt. Aztán, amikor Back to Saturn Next nevű cucc megjelent, akkor volt nagy. Egyébként az is megjelent volna egy IGN posztot, de mindegy. Most nem az érte meg, és azt nem tudom magam meg ugye, mert inkább nem. Szóval, amikor legtöbb ember fenn volt, az még tavaly, vagy tavaly előtt. Ami 14 júniusa volt, bocs, 2014. Jó van, hülye vagyok már én is. Szóval... Ja, 2014. június 28, jól emlékszem. Valami 500, maximum 500-600 ember volt fent a fórumon egyszer, és az volt a rekordja a fórum 14 éves történetének, lófasz 16 éves történetének. Erre bazd meg! Nézek fel hétvégén, mit látok? Ugye Instadum után, azt hittem valami Instachip fegyver ugye, Ali Tournamentből. Tudjátok, ilyen Railgun, ami azonnal széttépi az ellenfelet cafatokra. Azt hittem olyasmi lesz, de nem Instagram Doom. És így láttam, hogy azért emberek fölkapták, tehát hogy azért van egy pár ezres ugye a fórum topikok megtekintettségét is kívja, ugye a fórum motor. És így megnéztem, jó, aztán jel voltam vele, röhögtem egy sort, és utána így nézek körbe, és mondom, az meg az új rekord, nem 600 volt, 10.000 emberek! Hányadika van már, ezt most meg kell néznem, 17-e, február 17. Február, ugye azt hiszem 13-4 körül jött ki a mod. 15-én konkrétan 9847 ember volt fent a fórumon, ugye vendégekkel, meg mindenkivel együtt. De most azt képzeljétek már, milyen tehát 16 éven keresztül 600 volt a legtöbb ember egyszerre a fórumon. És erre az meg ezért csinálnak egy Instagram modot, így csak egy poénból egyébként kurva nagy, rohadt vicces, belem kirőlgöm rajta, de tényleg. És 10.000 ember. Hát ez valami szenzáció, de tényleg, én nem vagyok döbbenve rajta. Avenger Room, hoppá. Na, akkor most azon nem lesz, most megdöglök. Hát, nem én, hanem azt szeretem mondani, hogy megdöglöl. Így ugye jó magyarosan. De sebzésem megvan hozzá végül is. Hoppá. Azért elég bivajos bombáim vannak, azt ne felejtsük el meg közben. Oké, meg lesz ez? Meg lesz ez, ne szórakozunk, persze. Kis darab egy, és visszakaptam a bombámat, hoppá, a rohadt mindenit. Na, az a nem mindegy azért. De várjál, persze nem mondjam azért el item room nélkül se ezt a szintet. Ja, szóval igen, felrobbant a fórum. Az Instadumnak a Facebook, nem, az Instadum Doomworld csoportját, ugye a thread, a fonalat, tehát ahol megy a beszélgetés, a topikot. 230 ezer néztük meg, amikor legutóbb ugye. 230 ezer nézték meg, amikor legutóbb arra jártam. Azért az se gyenge mondjuk. És ez se. Oké. Szóval igen, 230 ezer. Mondom, 16 éves a fórum, nagyjából a... Hát, szerintem egy 2002 körül volt van minden bejegyzés. Topik, és ugye unblock minden. És erre... Ugye soba lehet tenni, ott is nézett megtekintés szám alapján a topikokat. Hát azért... Instadum az így a top 3-ba fölküzdötte magát 3 nap alatt, szóval... Ekkora robbanás, mint a brutál Doom se okozott ugye. A Doom fórumnak. Te persze lehet vitakozni rajta, ugye állítólag az ilyen forcsán emberek azt mondják, hogy a Doomnak van az összes játékozó legkevésbé autista közönsége. De ez csak addig átment, amíg a brutál Doom fanok nem jönnek oda. Ezt nem tudom, meséltem már arról? Ugye van a brutál, ezt meséltem, de azért mondom még egyszer. A brutál Doom az ugye egy olyan mod a Doomhoz, ami ilyen így baromi véres minden, tehát tényleg ilyen, mint a Binding of Isaac Rebirth-ben, hogy most látjátok, ilyen véres minden.
fejlővéseket, ketté lehet lőni a lényeket, ketté fűrészelni, szétrobbantani, tehát mindent, amit régen emeltett a Doom-ba, és meg fog döglani, nem hiszem el. Aj, a kurva életbe. Na mindegy. Jaj! Bazd meg. Nem baj, újra kezdjük akkor is. 10 percnél meg bőven újra lehet. Csak azért bassz, hogy ráványak, hogy olyan szinten nem tudom egyszerre megcsinálni, nem viszem el! Jó, mindegy, mindegy. Hát azért már kicsit már azért aggasztó volt, igen. Főleg az előző videó fényében. Hát mint kapok? Na, oké. Okay. Na, gyerekek. Na, azért te van lesz valami? Lesz valami? Piercing shot? Emberek, piercing shot! Így az elején? Jó, tudom, nem kéne annyira meglepőnek lenni 73 rész után, de nagyon tudok örülni ennek a képességnek, mert ez tényleg érdemben én is valamit arrahat mondani. Már megint Femi, most csak szopadtok? Mi az Isten van itt? Napok alapja generálja a szideket, vagy a boss felállást, vagy mi a fekália? Anyád? Még nem fogom elveszteni, akkor se dögöljél meg. Ja, mondom, hogy nem fogom, ember. Na, úgy mi. Oké. Okay. Szóval brutál Dunny, vélesebből teszi a látnyakot, és egyébként nagyon jó mod. Az is így körbejárt az IGN-nek az ilyeneket. Hetetlen sokat ad hozzá a Dunny-hoz magához. Csak hogy nagyon sokan elkezdtek ugye csak emiatt játszani a Dunny-mal, csak ezzel kezdtek el játszani Dunny-mal. És ez eléggé, hát, hogy mondjam, szélsőséges nézetekhez kezdetet. Na most azért vagyok, azért vagyok szarva, mert ugye nagyon sokan mondják, hogy nem kell ez a 12-es brutál dumaringó közösség, de azt mondom, hogy szóval az se feltétlenül jó egy közösségben, hogyha bármilyen tényleg ilyen hobbi közösségben, hogyha túl kevés tagja van. Ó, persze inkább egy ilyen kevés normális, mint sok retardált, de a nagyon kevés értelmessel sem megyünk valami sokra. Mondjuk a Dumbledore egyébként is ment eddig a dráma, mert ott azért ilyeneket képesek az emberek, az meg tényleg, hogy van egy mod, készíti az ember éveken keresztül, de se szarják, hogy tesztelni kéne, vagy ilyesmi. Nem, ezt szarnak vele. És amikor megjelenik, akkor meg nekiállnak kocsolni, hogy hát de ez kurva nehéz, nem vagy normális. Ez a 2 az 5-ből, mit gondoltál, hogy ez így jó lesz? És szóval ez kiakasztó, az meg, hogy mikor ott lenne a lehetőség, nem tesztel senki. Nem tudom, hogy ezeket más módokra, vagy szörsz módokra mennyire, ez valaki mondja már nekem, aki bennfentes, légy szíves. Meg fogom köszönni tényleg. Valaki szörsz módokra, vagy bármilyen játékmódolással foglalkozik, mondja már, hogy mennyire gyakorja az, hogy tesztelni kéne, de leszarják, amikor nem megjelenik, akkor még panaszkodnak rá. Ez valami undorító én szerintem. Volt is ennyi a dráma, mert kitalálta valaki, na az biztos, hogy nem. Kitalálta valaki annak idején, hogy a Doom 2-t újra kéne értelmezni, hogy újra csinálni a pályákat, és olyanak lennének a pályák, hogy amilyen a pálya neve. Tehát megvan a pálya névsor, és hogy amilyen a neve, ahhoz megfelelő pályát csinál mindenki. És erre volt az tényleg, hogy hát azt ugye valaki kitalálta, aztán nem lépett be fél évig, és átvette egy másik egyébként alapvetően nem retardált csávó a projekt vezetését. Csak gondolom még nem volt Shard Projectje. Hát biztos nem volt Shard Projectje, mert ismerem. Tehát régebb óta vagyok fent a fórumon, mint ő, úgyhogy vágom kivel van szó. Nem volt neki Shard Projectje előtte. Vagy lehet, hogy így nyár rosszabbul szervezte, rosszabb volt a quality assurance, vagy nem tudom. Hát persze itt nem szó szerint mondom ezt, hanem hogy azért minőség ellen, ilyen minőségi áttekintés kell. Felülvizsgálat, felülbírálás közösségi projekteknél, még egy Doom esetében is, nem szórakozzunk. Csak lefjebb nem 90 ember dolgozik rajta, mint mondjuk egy Assassin's Creed 9-nél, hanem mondjuk értitek, akár csak egy. Oké, akkor azt átnézzük szépen. Ott hol mi van tabletta. Amnézsa, most már mindegy. Paralysis. Legalább megtaláltam. Na hát az szép, úgy köszönöm.
Nem, mert a két tablettát felfedeztem, az is már semminél több. Mehetünk akkor tovább. Szóval igen, ez az attitűd elég undorító. Ja, most így mérségen meg is akartam tudom mondani. Nem gondolnám, hogy baj lett volna vele, mert az a projekt egyébként egész jól sült el végső soron. Nekem határozottan tetszett a végeredmény, a nyárat. Ó, oh, na az szép, köszönöm. Na, ugye az egy boss of steel. Ja, nem baj, ez is megteszi. Oké. Okay. Na szóval igen, azért a brutálummal volt baj. Meg a közösség méret is elég kérdéses. Én még mindig azt mondom, hogy akkor inkább terjesztem a jó módok és játékok hírét, mint hogy tudjam, hogy kevesen vannak és hagyjam elsorvadni. Nem jó az úgy, de akkor inkább egy pár retardátot behívunk, majd magukhoz térnek, vagy egyébként megfelelő moderációval azt is orvosolni lehet. Ha túl sok a retardát, értitek? Fórumért, mi az a modok értékelésnél, az már kicsit problémás. Ott meghalok, tudtam. Most megnézzük, amit kapok, aztán kiderül, hogy tovább menjek, mert most már belefáradtam már. Előző videót is most vettem fel. Ah, jó, megéri. Megéri ugye, hát sajnos a képességem akkor el kell hagynom, de valaki ugye felhívta a figyelmet, hogy ez a itt a szív egyébként. Valaki mondta, hogy ez a képesség ugye úgy működik, hogy annál többet sebzek, minél nagyobb a tényleges sebzésem. És pénzt kéne valamit gyűjteni, majd ezt megoldom. Megjövőre maradnék ennél. Ja. Nem tudom, most eléggé lemerültem így. Videó. Hát ez így nem sokat ért azért. Legyünk őszintek. Nem próbáljuk azért meg tényleg befejezni. Vagy csak így leangolódtam így. Teljesen elmondtak a minden beszéléstől is. Na minden, szóval én is tudom. Nagyon megjött a fórumot, happy voltam tőle. A másik téma az inkább ilyen komoly, nem tudom belekezdjek-e. Ha már feljöttettem, akkor lehet, hogy bele kéne. Csak ezt meg ne takarítom. Na az jelenben szóval nagyon véresen komoly téma nyilván, hanem inkább csak ilyen mellékes. Hoppá, na végre HP up, a jó anyádat. De nem tudjátok, mint pay to play-t azt mégis inkább itt hagyom. Itt azt a szobát megtakarítani jó volt, de ez biztosabban újra fog töltődni. A pay to play-hez pénz kell, hogy újra töltődjön. Eleve kaptam egy HP ápot, úgyhogy nem állam, nem tudok annyira veszíteni. Azért az én mondjuk nem veszem méregre. Nem veszek rám mérget! Jó, már beszélni sem tudok. Nem tudom, értelmesen nem tudok. Az ott az a nagy, nem az a fospírja, igen. Na azt mondjuk lehetne használni, azt nem nagyon taktikáztam vele. Elég régóta. Nagyon nem taktikáztam vele meglehetősen régóta. Oké. Okay. Jó, akkor már felosztom azt a tiamat, akkor bele is. Várjál, azt robbantsuk már ki. A jó anyádat! Nem hiszem el!